kötelező módon. A Békés megyei önkormányzat közgyűlése Sarkadon tartotta idei utolsó soros ülését. A megyegyűlés első perceiben Békés megye oktatási helyzetéről hallgatott meg tájékoztatót a testület. Ez a napi rend arra nem adott alkalmat, hogy mélyebben foglalkozunk magának az oktatásnak a helyzetével. Az azért látszik, hogy a járási klikkek nem egyforma, hogy is mondjam, erősséggel rendelkeznek, hisz az a tájékoztató, amit elénk nyújtottak, az különböző minőségű volt. Volt, ahol valamilyen szöveges értékelés is volt, ahol egyszerűen csak felsorolták, hogy mely intézmények tartoznak az adott klikhez. A közgyűlés a megye ár- és belvíz helyzetéről szóló tájékoztatóval folytatódott. Ebben az esztendőben 22 műtárgy újulhatott meg, amely az elmúlt esztendőkben egyáltalán nem volt így, nem volt jellemző, illetve felújítások és az árvízi tározók mellett olyan gépbeszerzéseket is tudtak az elmúlt időszakban eszközölni, ami mindenképpen pozitív hatással lehet a védekezésre. Gyakorlatilag a beszámolónak minden egyes pontja, minden egyes területe úgy végződött, hogy az adott védművek a védekezésre alkalmas állapotban vannak. Természetesen nem dőlhetnek hátra, és nem dőlhetünk mi sem hátra elégedetten, hiszen az árvízi védekezés egy olyan feladat, ahol sohasem lehet az ember tökéletesen készen. Mindig vannak olyan hiányosságok, mindig vannak olyan területek, ahol további felkészülést igényel. A megye népegészségügyi helyzetéről is hangzott el tájékoztató. Az elmúlt időszakban a bizonyos betegségek, főleg a daganatok és a szív- és keringési betegségek óriási mértékben sújtják Békésmegyét, úgy, mint az egész országot. Tehát igazából itt nagyon rossz a helyzet Békésmegyében is, úgy, mint országszerte, de Békésmegyében még rosszabb a helyzet. És ezzel szorosan összefüggenek az ügyeleti kérdés, a kórházak kérdése, valamint itt felismerült, hogy Szarvas és Békésszentadás térségben például a kórház, az orvosházi kórházhoz van rendelve ez a két település és a környező települések, hogy nagyon rossz útviszonyok miatt oda nehezen lehet eljutni. Az ülésen döntöttek a képviselők arról is, ki kapja a polgárokért elismerést idén. A kitüntetést november 20-án adják át a Békés megye újraszervezésének 300. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen.